Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Autorum YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Amikor 1997-ben bemutatkozott az első generációs Mercedes A-osztály, talán senki sem gondolta úgy, hogy valamilyen világmegváltó újítást tett volna le a német gyártó az asztalra, de egy nagyon jól használható városi cirkáló került a piacra. A 2004-es első modellfrissítés sem hozott jelentős előrelépést, egészen 2012-ig kellett várni arra, hogy a kis dobozkából egy kis családoknak is nyugodtan használható autó legyen. A 2018-as verzió, az A200-as, amiben most én is ülök, viszont olyan technológiai újításokat vezet be, olyan agresszív formatervet követ, amelynek a láttán valószínűleg még a technológiai iránt ácsingozóknak a szájában is összecsordul a nyál. Kezdjük a külsővel, hiszen jelentős előrelépéseket lehet felfedezni ennél a Mercedes A200-nál. Nagyon agresszív lett az első orr, a hátulja talán egy kicsikét csajos, pláne ilyen piros kivitelben. A Mercedeseknek mindig is jó volt a légellenállási együtthatója, jelen esetben 0,27-0,25%-os értékről beszélünk, ami egészen fantasztikus, és nyilván segít csökkenteni a fogyasztást és a szélzajt is. 130-140-es autópálya tempónál szinte észre sem vesszük, úgy suhanunk. Hát most nem fogunk ennyivel suhanni, de induljunk neki az útnak, és rögtön talán az első gondom, vagy az egyetlen gondom ezzel a Mercedes A200-zal az az, hogy a 7-sebességes automata váltó, habár gyönyörűen váltja a fokozatokat, egyesbe elindulni vele nagyon-nagyon nehéz. Ha finoman nyomjuk a gázpedált, akkor minden rendben van, tehát akkor így nincs alapvetően probléma, viszont hogyha jobban rálépünk, akkor úgy megránt minket, még eco üzemmódban is, hogy hihetetlen. Ugyanis széria felszereltség az, hogy nyugodtan lehet váltani a különféle módok között, ugye van eco, ami a fogyasztás csökkentést jelenti, van sport, ami inkább a fordulatot magasabban hagyja, és nyomhatjuk neki, ahogy csak szeretnénk. Egyébként ebben egy 1333 köbcent is, de 1.4-esnek mondott turbóbenzin motor az, ami dolgozik. Ez pedig 163 lóerős, tehát azért bőven elég, papíron a 0-100-at 8 másodperc alatt képes megfutni az autó. Nyilván ezekkel a mostani 16-os felnikkel picit gagyi hat, de hát tél van, 18-as a gyári, amivel egyébként adják legtöbb esetben ezt az autót. Többféle kivitel is vásárolható ebből a gépjárműből, mondjuk el egyet, tehát az A160-as például 109 lóerőt jelent, valószínűleg ott hiába kapcsolgatjuk eco vagy sportüzemmód között, túl sok érdekességet vagy túl sok különbséget nem fogunk felfedezni. Az autónak a külseje, tehát egy dolog, tényleg nagyon sok helyen javítottak rajta a mérnökök, meghallgatták a kritikákat, például a 370 literes csomagtartó abszolút megfelel a kategória átlagának, jó pakolható, sokkal szélesebb lett a kivágás, mint ahogy a hátsó ülésekhez való bejutás, és sokkal egyszerűbb, nem verjük már úgy be a fejünket, mint a korábbi generációknál, és én most 185 cm-es magassághoz állítottam be az első ülést, ami lehet elektromos, de lehet ilyen manuális is, combtámasszal egyébként természetesen INX-re is rendelhető, és tök jól elférhet bárki mögöttem még így is, bár azért nem mondom, hogy egy ilyen hórihorgas kosárlabdázó már úgy érezné, hogy jaj, de jó volt hátul ülni több ezer kilométeren keresztül. A külső mellett a belső az, ami igazán magával ragadó. Hogyha úgy is gondolja valaki, hogy csajos kívülről, akkor beülve ebbe az autóba biztos, hogy eláll a szeme, a szája, a minden, és megindul a nyál elválasztása, mert alapesetben két 7 hüvelykes, de ebben a tesztautóban két 10,25 hüvelykes képernyő tárul elénk. Azt mondták eddig, hogy a Porsche csoport, tehát az Audinak és a többieknek van fantasztikus kijelzője, de hát szó sincs arról, hogy ők vezetnék most a listát. A Mercedes A-osztályban lévő két képernyő olyan tűéles, olyan fantasztikus betekintési szögekkel rendelkezik, és olyan színeket vonultat föl, hogy egyszerűen elképesztő, tényleg nem tudok csak szuperlatívoszokban beszélni. Az ehhez tartozó rendszernek a láttán pedig úgy gondolja az ember, hogy még ő sem elég okos, elképesztő, hogy mennyi mindent tud az autó, már csak asszisztens szolgáltatások terén is, sebességtábla felismerés, aktív fékasszisztens, éberségfigyelőrendszer, kamera és parkolás segítő rendszer, és a kameránál mindenképpen el kell mondani egy fantasztikus extrát, ha az autó észleli, hogy a piros lámpánál mi vagyunk legelől, akkor bizony bekapcsolja az első kamerát, hogy lássuk a fölöttünk lévő lámpát is, hogyha esetleg a napfénytetőn keresztül nem tudnánk észlelni, hogy éppen mikor vált zöldre a lámpa, akkor elég csak ide tekinteni a központi kijelzőre, és a kamera mutatja, nagyon kényelmes.
Azt is szabad legyen elmondanom, hogy olyan finomságok vannak ebben az autóban, amik nekem nagyon tetszenek, mint az elindító gomb alá helyezett start-stop gomb, tehát nem kell keresni, kutatni, hogy hol kapcsoljuk ki, ezt a környezetvédésre alkalmas, de egyébként motornak egyszerűen szerintem biztos, hogy nem jótevő funkciót, hogy ugye leállítja, amikor esetleg állunk, mert nem kell, ne bocsássunk ki káros anyagot, de a motornak ez nem tesz jót. Egy gombnyomással rögtön a beindítás után ki tudjuk ezt lőni. Tök jó dolog. Nagyon finomságok, például olyanok, hogy az ülésfűtés is kellemes helyen van, nagyon finomak az anyagok, bőr, a műanyag elemek is kellemes tapintásúak, az ülésekben jó ülni, a kormánynak nagyon jó a fogása, bár talán egy kicsikét nagyobb, mint amit én elvárnék egy ekkora autótól, de multikormány ráadásul még ilyen érintő kis panelekkel is rendelkezik, amivel a baloldali kijelzőt tudjuk kezelni, itt ki lehet jelezni, hogy mennyit fogyaszt az autó, a sebességet, hogyha szeretnénk ne digitálisan, hanem kicsit ilyen analóg verzióként lássuk, és egy csomó dolgot meg lehet adni, hogyha szeretnénk. És az a durva, hogy itt még nem ér véget a történet. Ugye a központi kijelzőnk, ami szintén 10,25 hüvelykes, vezérelhető érintéssel, vagy akár van egy ilyen kis csuklótartónk, ami elsőre talán egy kicsit ilyen váltógomnak tűnhet, de ugye a váltást a kormány mögül jobb oldalról tudjuk vezérelni, ugye előre menet, hátra menet nyilván automata váltónál, és itt van egy ilyen kis tapipad, amin keresztül vezérelhetjük ezt a központi kijelzőt. Egyrésztről ez is nagyon kényelmes, menet közben nyilván nem nagyon érdemes ezekkel foglalkozni, hiszen veszélyes tud lenni, de mégiscsak, hogyha kell, akkor így a legjobb vezérelni egy ilyen érintő kijelzőt, mert nem kell sehova nyúlni. Ráadásul van benne egy ilyen kis haptikus visszajelző motor, ami a különféle menüpontok közötti ugrálás esetén visszaüt egy kicsikét, így érezzük, hogy mikor, melyik esetben váltottuk a menüt. Bárhogy módosítható a belső világítás, ha dzsungelzöldre vágyunk, akkor dzsungelzöldet állítunk be, hogyha valamilyen tűzpirost, akkor tűzpirost, és itt jön az igazi, nem is tudom, innováció ebben az autóban, igazi kényelem, igazi jövőbe mutató dolog, a hangvezérlés, ami egyelőre ugyan csak angolul képes felismerni a mondókánkat, de azt egész jó hatásfokkal teszi. Én megpróbálom a legjobb angolságomat elővenni, például, hogy Hi Mercedes, how can I help you? Please turn on seat heating on the right-hand side. I'm switching on the seat heating on the right seat. Vagy ha szeretnénk, akkor válthatunk rádióállomások között is. Hi Mercedes. How can I help you? Change radio station. Please say the radio station name. Radio 1. És már át is váltotta, egészen fantasztikus és kényelmes, és ha egyszer ez magyarul elérhető lesz, akkor én minden nap szeretném ezt használni. Egyébként tényleg az autóban a technológia az, ami érezhető, ledes lámpák elől, hátul, minden csak a köré épült, hogy a vezető a lehető legkényelmesebben tudjon ide-oda járkálni. A napfénytetőt is el tudjuk húzni hangvezérlésre, hogyha szeretnénk, akkor be tudjuk kapcsolni a klimatizálást, de most fel is sorolom itt a képernyőn, hogy milyen lehetőségek tárulnak elénk, mindez offline, tehát nincs szükség online internet szolgáltatásra ahhoz, hogy ezek működjenek. Jó dolog viszont, hogyha hozzáférünk az internethez az autóval, hiszen például a navigációnál elég jól tud jönni. A forgalmi információkat ugyanis tudja a rendszer, tehát olyan, mint hogy a Google Maps-el vagy Waze navigációval poroszkálnánk, nem kell külön programot elindítanunk, hanem rögtön ismeri, hogy merre nem érdemes menni, hol kellene inkább talán bemenni a kis utcákba, tehát ezek is finomságok. Belül a légbömlők olyan, mint hogyha egy sportautóban ülnénk, bármit tapintunk, kényelmes, jó helyen vannak a gombok, annyira finomságok vannak egy Mercedesben, ahogy lehúzzuk az ablakot, ahogy megyünk 130-140-nél, és nem is érezzük azt a tempót, amit éppen akkor megyünk. Tényleg nagyon jó, és mostanság általában elég kemény futóműves gépjárművek jártak nálam, de mondhatom a Suzuki Swiftet is ebbe a körbe. A Mercedes viszont az elő megfelzon, hátul több lengőkaras kivitellel szerintem egész kellemesen csillapítja az úthibákat, és egy komfortos, menetdinamikailag abszolút rendben lévő autóról beszélünk most itt.
Az extrák között még kiemelendő a ráfutást megelőző asszisztens, plusz még van egy pre-safe plusz is, tehát ha az autó érzékeli, hogy valaki hátulról nem figyel és megy, mint az őrült, belénk jönne, akkor megfékezi az autót, és egy picit megfogja annak érdekében, hogy a körülbelül 4419 mm hosszú gépjárműnek az elejét legalább ne törjük össze. A Mercedes A-osztály így a 163 lóerős kivitellel nagyjából 8 litert fogyaszt 100-on, de ez inkább ilyen városi közlekedést jelent, hogyha elmegyünk 70-80 km/h-val, és csak így suhanunk hetedikben, akkor akár 3-4 literből is megáll a fogyasztás, ami egészen döbbenetesen jó. A legnagyobb dugóban sem sikerült nekem 9,5 liter fölé vinni a fogyasztást, pedig én nekem egy kicsit nehezebb a lábam szerintem az átlagnál. És milyen jó egyébként tényleg, hogy most, ahogy a videóban beszélek, látom a lámpát a képernyőn, nem kell így nyaknyújtogatást csinálni. Tényleg ezek olyan dolgok, amik a vezetést és a sofőrt nagyban segítik. Ennek a szolgáltatásnak, ezeknek a szolgáltatásoknak, ezeknek a technológiai újításoknak, és nyilván a Mercedes névnek is bizony van ára. Mélyen bele kell nyúlni a zsebbe, hogyha valaki ezt az autót szeretné megvásárolni. A kompakt kategóriában talán az egyik legdrágább a Mercedes A200. Ez a tesztautó ezzel a felszereltséggel nem kevesebb, mint 10 millió forintba kerül, de egyébként az alapverzió is azért bőven 8 fölött kezd, amit nyilván csak azoknak fog megérni, akik kicsit tehetősebbek, akik sokkal prémiumabb életérzésre vágynak, és akik talán külsőleg is szeretnék mutatni, hogy ők egy hatalmas, emblémában ellátott autóban ülnek, ami egyébként még az is vicces, hogy körülötte a zsaluk képesek becsukódni, hogyha nincs szükségük hűtésre, és ezzel is csökkenti egyébként az autó a légellenállást. Ez volt tehát a Mercedes A200-nak a bemutatója, bocsánat a sok ömlengésért, de tényleg én, aki a technológiát nagyon szeretem, én azt mondom erre az autóra, hogy úgy sikerült, ahogy végre a Mercedes megálmodta, ahogy a sok pénzt kifizetni kívánó, prémium autót választó sofőrök elvárják. Én köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, ha tetszett a videó, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, megnézni a régebbi autóteszteket. Szép napot kívánok, sziasztok!